Nehéz versenynek mondják a lengyel-magyar két jó barát vetélkedőt, vélekedett az első megmérettetés előtt egy bemes diák. Könyvek, térképek és a modern technika is segítette őket a felkészülésben. Kutattunk ezek után a városok eredetén, történelmükön, történelmi eseményeken, és még könyveket is olvastunk Bem Józsefről és más híres személyekről. Példaképp Marie Curie, ha jól emlékszem a nevére, ő egy fizikus és kémikus volt. Ő is egy nagyon fontos személy a lengyel történelemben, de szerintem Bem József az egyik legfontosabb személy. Továbbá Szent Kinga és Szent Hedvig után is kutattunk, könyveket olvastunk, lapokat néztünk, interneten keresgéltünk. Soha nem volt még ilyen népszerű a hetedikesek körében meghirdetett verseny, melyre a vármegyéből 21 csapat jelentkezett. Speciálisan a lengyel-magyar baráti kapcsolatok köré szervezik a feladatokat. 2008 óta szervezzük meg ezt a vetélkedőt. Kezdetben az iskolánk ebédlőjében kezdtük, és csak a bemes gyerekeknek, aztán városi szintű lett, és most megyei szintű. Dr. Kovács Ferenc polgármester úr a fővédnöke ennek a versenynek évek óta, és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal vagy támogatásával szervezzük ezt meg. Három nagyon lelkes kolléganő, Smitné Kádár Andrea, Gubacsini Deme Katalin és Szurumi Piroska az, akik évek óta szívükön viselik ennek a versenynek a sorsát, és ötletesebbnél ötletesebb feladatokat találnak ki a gyerekeknek. A mai verseny a Szent Hedvig és Szent Kinga köré, akik középkori szentek voltak, csoportosul. Az ő életükön keresztül keressük meg a lengyel-magyar közös történelemnek a kapcsolódási pontjait, és nagyon játékos és nagyon izgalmas feladatokon át. Három lengyel várossal van kapcsolata Nyíregyházának. 28 éve testvérvárosunk Zsesov, Gorlicével 18 éves a barátság, Bielszkó Bielával pedig tavaly ünnepelte Nyíregyháza az 5 éves kapcsolatot. Ez mind élő kapcsolat, kezdte köszöntőjét Nyíregyháza polgármestere. Ennek köszönhetően lett a BEM iskolának lengyel testvériskolája. Ezen felül a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat is sokat ad a kapcsolatok ápolásához. Minden adott ahhoz, hogy ezt az évszázados barátságot a fiatal generáció tovább vigye. Úgy érdemes oda menni, azt tudnunk kell, hogy Kelet-Lengyelországban Rákóczi is bújdosott, tehát nagyon sok ugye bátori, közös királyuk volt, de ezt nem mondom, mert lehet, hogy ez kérdés lesz, bocsánat, most jutott eszembe. És hát ugye nekünk volt egy kezdeményezésünk pont Zsesovba, hogy ugye nagyon nehéz megtanulni lengyelül, a lengyel diákoknak is magyarul. Nem tudom, hogy itt köztetek hányan vannak, akik mondjuk angolul tanulnak, hogy legyen egy közös nyelv, és ez nagyon be is vált, mert így egy folyamatos élő kapcsolatok voltak, és az a turizmust is segítette. Sóstól nagyon sokan jöttek, és reméljük a jövőben is jönnek lengyelek. Voltak olyanok, akik a diákok jártak itt nálunk, és eljöttek a szüleikkel együtt. Ezekkel a gondolatokkal kívánt sikeres versenyt és szép emlékeket a vármegyei fiataloknak dr. Kovács Ferenc. A döntős szabályok ismertetése után jöttek aztán a feladatok, melyek a középkori szentektől Bemapón át tudós emberekig érdeklődtek a diákok tudásáról.